13 öreget, 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 öreget,
Vagyok, budapesti lakos vagyok, és anyai ágon Erdélyből származom. A dédszüleim éltek Székelyföldön, Kézdivásárhelytől egy kicsit északra, és nagyon szeretek néptáncolni, már kisgyerekkoromtól művelem ezt a műfajt, és rengeteget utaztam haza is, úgymond Erdélyben is, nyáron a tánctáborokban sokat fejlődtem a mesterektől, és nagyon szeretem a magyar néptáncot, a magyar népzenét, és feltett szándékom, most itt vagyunk egy bandában, népszerűsíteni akár utcán, akár az országban és a világban. Úgy gondolom, nagyon fontos a magyar identitás, és ezt próbáljuk, illetve csináljuk, ezt adjuk át az embereknek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon örülnek neki. És hogy szeretném tovább vinni a magyar hagyományokat is, a magyar népzenét is, minden nap tanulni, és hogy egyre több ember ismerje meg a magyar népzenét. Márton vagyok, népdalénekes, már magzati korom óta találkoztam a népdallal. Édesanyám pocakjában voltam, amikor már népdalkörbe jártam, és hát azóta több mint 30 éve most már az utamat mindenhol keresztül vasul szövi a népdal, és hát egyébként könyvtáros művelődés szervező a végzettségem, de szükséghelyzet adódott, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt a sok éve gyarapodó tudást, ezt így is kamatoztatom, és akkor nekiálltam 2 éve lassan utcazenélni, és aztán mindenféle énekesekkel, muzsikusokkal voltam együtt, de most a végleges és legaktívabb társaság ez a Magyar Csárdás Project, ami most látszik, és akkor így tekerő kísérettel énekelünk népszerű csárdásdallamokat, amit jó eséllyel tudnak az emberek, és azt látjuk, hogy tényleg erre sokan megmozdulnak, vagy énekelnek, vagy táncolnak, de legalábbis jókedvük lesz ettől, és nagyon örülünk neki, mert azt szeretnénk, hogy a magyar népdal Kodály és Bartók országában az ne legyen egy vitrínbe zárt múzeumi tárgy, hanem élő és mindenki számára mindennapos dolog legyen. Hát ezen ügyködünk, hogy egy kicsit énekszót csaljunk ki az emberekből. Sokszor sikerül, úgyhogy örülünk neki. A csapat egyébként 2,5 hónapja működik, május közepén alakultunk, és azóta járjuk az országot, még a világot még nem, de reméljük, hogy arra is sor kerül. Itthon már sok helyen megfordultunk, alapvetően Pesten muzsikálunk, de most éppen itt Veszprémben. Az elmúlt hetek utcazene fesztiváljai után mi is úgy gondoltuk, hogy ma mi csináljuk az utcazene fesztivált itt. Úgyhogy hát ennyi. Én egyébként szintén táncoltam, de mondjuk én azt kevesebbet műveltem, mint Kristóf. Úgyhogy igyekszünk, hogyha olyan helyzet adódik, akkor akár táncot is tudunk tanítani, vagy táncházat vezetni ilyen formán. Marta Ágoston vagyok. Az az aktualitás, hogy itt vagyunk, érdekes egybeesés, hogy a nagyapám Megyaszai István tervezte az idevalósi színház épületét. Aztán én kicsit messze estem az alma fájától, mert most éppen utcazenéléssel foglalkozom.
de régebben számítógépet programoztam, azt abba hagytam. Később különböző folk együttesekben népi zenét játszottam, aztán áttértem egy cigán zenekarba, ahol 20 évig ott zenéltem Svájcba, és annak a korszaknak most így kicsi lelassult a vége, és most Magyarországon próbálok utcazenélni. Ezekkel az énekes fiúkkal jól kijövünk. Igen, mi vagyunk a Magyar Csárdás Project csapata, és ahogy ők is elmondták, népszerűsítjük a magyar népzenét, de ezen kívül a repertoárunkba behoztuk az új stílusú dalokat is, és a legújabb stílusokat is, ami hát mondjuk a magyar cigánzenés műfajból átszűrődött. Minket nem érdekel, hogy mit énekelnek az emberek, Kodály azt mondta, hogy énekelni kell mindenkinek, olyasmit játszunk, amit reményeink szerint sokan tudnak énekelni, és hát ez jelenleg működőképes, úgy látom, és ezt csináljuk. I love you.